Hogy tetszik a hangulata ennek a kis cinematikus b-rollnak? Tudod, van egy ilyen extra kis dimenziója vagy karaktere. Ez a Mist filternek köszönhető, mert pontosan ezt adja. Hogyha tetszett, akkor kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. Bármilyen fényforrást, egy sokkal lágyabb az árnyékokat, a kontrasztokat is lágyító, szoftosabbá, hogyha portrét fotózunk, eltűnnek a ráncok, sejmesebbek lesznek, és pont ezt éri el a Mist filter, portréfotózása vagy, amit a b-rollba láttál, erre szerintem nagyon jó hangulatot ad a Black Mist filter, ami pontosan a mai videónak a témája ebben a filter sorozatban. Mindjárt átbeszéljük a funkcióit is, és mutatok néhány tesztfelvételt, úgyhogy mindenféleképpen maradj a végéig, de előtte intro. Csapjunk is a közepébe, és hadd mutassam be a Nissinek a Black Mist szűrőjét. Igazából többféle ilyen szűrője van, ugyanis három különböző erőssége van a Black Mist filtereknek, feles, negyedes és egynyolcados. Amit ezek a számok jelentenek, hogy az egynyolcados a legkisebb, és a feles a legerősebb. És hogyha azon gondolsz, hogy miért léteznek egyáltalán, hát pontosan azért, mert nagyon sokféle stratégia lehet arra, hogy hogyan tudjuk diffúzálni a képet és ezt az egyedi hangulatot megteremteni egy kis szoftosabb, lágyabb, kevésbé éles képekkel. Nyilván meg lehet ezeket csinálni akár poszt, vagy a kameránkba is beállíthatjuk, de úgy gondolom, hogy ami nem valós vagy ott fizikailag történik, az valami minőségromlást eredményez. Szóval, hogyha a legjobb minőségre vágysz, akkor a Mist szűrő az egyik legjobb megoldás az ilyen paszteles, lágy hangulatú képeknek. Persze ezáltal egy kis részlet elveszik az eredeti felvételhez képest, vagy ahhoz képest, hogyha nincsen ugye az objektív előtt egy szűrő. A kérdésem számodra az, hogy használnál egy ilyet, vagy inkább spórolnál egy kicsit, és majd posztba úgyis valahogy megcsinálod. Kérlek, írd le a véleményed kommentben, és kezdjünk el beszélgetni. Ha úgy érzed, hogy nem akarsz ilyen filtert használni, és mindent a legtermészetesebben hagyni, amúgy én nagyon sokszor inkább ezt az utat választom, akkor is van értelme szűrőt venned, akár csak egy ilyen protektor filtert, és ezekről szól a következő videóm, amiben elmondom, hogy miért nagyon fontosak, és elmesélek egy helyzetet is, ami nekem nagyon para volt, és ez segített, hogy mindjárt ide rakom, és nézd meg. Ha pedig nem láttad az előző videómat, ami a Nissinek a Variable ND filteréről szól, nézd meg, mert van benne egy nagyon király funkció, amivel szerintem jobb, mint az összes többi. Itt van. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek, tedd meg a csengő benyomásával együtt, lájkolj, kommentbe folytassuk a beszélgetést, nagyon sok király tartalmam jön még, úgyhogy remélem, hogy valamelyikben fogunk találkozni, mondjuk ebben vagy ebben. Klikk, köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!